Egyre brutálisabb arcát mutatja a háború Ukrajnában. A zaporizsiai atomerőművet orosz tüzérségi találat érte, és orosz ellenőrzés alá is került. A NATO nem hoz létre repüléstilalmi zónát Ukrajna felett, mert nem akar bekapcsolódni a háborúba, így döntöttek a szövetség külügyminiszterei. Közleményben szorgalmazza az ukrajnai háború mielőbbi lezárását Oroszország második legnagyobb olajtermelője, a Lukoil. A szankciók következményeitől, sőt egy esetleges hadiállapottól tartva egyre több orosz hagyja el Oroszországot. Egyre brutálisabb erővel zajlik az ukrajnai háború. A zaporizsiai atomerőművet hajnalban orosz tüzérségi találat érte az ellenőrzés megszerzéséért folytatott harcban. A tűzoltóknak sikerült eloltani a tüzet, és nem következett be radioaktív szivárgás, de az erőmű az orosz hadsereg kezén van. Az orosz csapatok megtámadták a zaporizsiai atomerőművet, ami a legnagyobb Európában. Ha katasztrófa történik, az 6-szor akkora lesz, mint Csernobil volt. Az orosz harckocsik tudták, mire lőnek, közvetlenül az erőművet célozták. Ez példátlan szintű terror, mondta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A nemzetközi közösség elítélő nyilatkozatai közepette az ENSZ biztonsági tanácsa összeült, hogy elemezze a támadás következményeit. Moszkva tagadja felelősségét és ukrán szabotőröket vádol. A szabotőrök tüzelőpontjait a kiképző komplexum épületében az orosz járőr kézi fegyverekből leadott viszonzó tűzzel elfojtották. Az épületet elhagyva az ukrán szabotőrcsoport felgyújtotta a kiképző épületet, mondta Igor Konashenkov, a moszkvai védelmi minisztérium szóvivője. A kijevi Majdan téren páncéltörő csapdák árulkodnak az orosz csapatok közelgő támadására való készülődésről. Az ország második legnagyobb városában, Harkivban folytatódott a tűzharc. Az ukrán csapatok több fronton is ellenállnak. A pusztítás már most olyan mértékű, amire évtizedek óta nem volt példa Európában. A NATO nem hoz létre repüléstilalmi zónát Ukrajna felett, mert nem szeretne belépni a háborúba, mondta a szövetség főtitkára a NATO külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozása után. Előzőleg az ukrán elnök és a kormány is kérte a repülési tilalom biztosítását a szövetségtől, hogy megakadályozzák a harcokat. Világossá tettük azt, hogy sem a szárazföldön, sem a levegőben nem hatolunk be Ukrajnába. Egy repüléstilalmi övezet megvalósításához arra lenne szükség, hogy NATO vadászgépeket küldjünk az ukrán légtérbe, amelyek a repüléstilalom biztosítása érdekében orosz gépeket lőnének le. Úgy értékeljük a helyzetet, hogy megértve az elkeseredettséget, de ez a lépés egy teljes háborúhoz vezetne Európában sok ország részvételével, mondta a NATO főtitkára. Szijjártó Péter külügyminiszter Brüsszelben arról beszélt, a NATO mint szövetség fegyvereket sem küld majd Ukrajnába, ezt az egyes tagállamok tehetik majd meg. A szövetség ezzel párhuzamosan további támogatást szeretne nyújtani Grúziának és Boszniának, ugyanis ezek az országok is Putyin célkeresztjébe kerülhetnek. Védelmi szervezet vagyunk, de ha megtámadnak, készen állunk, mondta az amerikai külügyminiszter. Putyin viselkedésében irracionális elemek is vannak, ezt is számításba kell venni, mondta a kanadai külügyminiszter. A brüsszeli NATO központnál civilek szimpátia tüntetést tartottak Ukrajna mellett, azt kérték a vezetőktől, hogy tegyenek meg mindent a háború leállításáért. Az ukrajnai háború mielőbbi lezárását szorgalmazza Oroszország második legnagyobb olajtermelője, a Lukoil. Az óriás cég közleményt adott ki erről, melyben aggodalmát fejezi ki a tragikus ukrajnai események miatt, egyben legmélyebb együttérzését is mindazokkal, akiket a tragédia érint, az AFP jelentése szerint. Kiállunk a fegyveres konfliktus azonnali beszüntetése mellett, és támogatjuk annak tárgyalási folyamaton keresztül diplomáciai úton történő megoldását, áll még a részvényeseknek levélben is elküldött az IP által közzétett közleményben. A Lukoil nem állami cég, hanem magánvállalat, közleménye szerint az elsők egyike, amely kifogásolja országa Ukrajna elleni invázióját.
A Fortune üzleti magazin szerint a cég 2021-ben az elmúlt 7 év legmagasabb éves nettó bevételével büszkélkedhetett. Részvényeinek értéke azonban az elmúlt 2 hétben drasztikusan csökkent. A londoni tőzsde letiltotta a Lukoil kereskedését 26 további orosz céggel együtt. Tárgyalásokat kezdeményez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az orosz hatóságokkal a két megszállt ukrajnai atomlétesítmény, a csernobili és a zaporizsiai biztonsága érdekében. A pénteki bécsi sajtótájékoztatón a szervezet igazgatója arról számolt be az alig fél nappal korábban elfoglalt zaporizsiai atomerőművel kapcsolatban, hogy a tűz, ami kiütött az ostrom miatt, nem érintette a 6 reaktor egyikét sem, és semmiféle radioaktív szivárgás nem tapasztalható. Az ellenőrző rendszer is kifogástalanul működik, tette hozzá. A zaporizsiai atomerőmű Európa legnagyobb kapacitású ilyen létesítménye. A komplexum egyik gyakorló épületében támadt tűz az éjszaka, de a tűzoltókat csak hajnalban engedték be az orosz katonák. 2 óra alatt sikerült megfékezniük a lángokat. Azok után, hogy orosz csapatok megtámadták, majd elfoglalták a dél-ukrajnai zaporizsiai atomerőművet, melynek egyik épületében tűz ütött ki, felmerül a kérdés, hogy megismétlődhet-e egy az 1986-os Csernobilihoz hasonló atomkatasztrófa. Az Euronews által megkérdezett szakértő az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának fegyverzet ellenőrzésért és az atomsorompóért felelős vezető igazgatója szerint az erőmű egyelőre biztonságban van, de nincs garancia arra, hogy nem fordul rosszabbra a helyzet. Az a kérdés, hogy van-e betontömb a reaktor körül, illetve hogy van-e áram, ami meghajtja a szivattyúkat, amelyek hűvösen tartják az erőmű vizét. Ha igen, nincs ok aggodalomra, mindaddig, amíg az erőművet nem támadják meg újra. A legfontosabb tehát a hűtőszivattyúk működő képességének megőrzése. Az igazán kritikus kérdés az, hogy van-e még mindig áramellátás a hűtőszivattyúk működtetéséhez, hogy az üzemanyag sértetlen maradjon. A Dél-Kaliforniai Egyetem egyik mérnök professzora úgy vélekedik az ágyúzás miatt, illetve abban az esetben, ha kiestek a telephelyen kívüli külső áramforrások, lehetséges, hogy teljes mértékben a vészhelyzeti dízelgenerátorokra kell hagyatkozni, amelyek nagyon megbízhatóak. Hatatlan berendezések, úgynevezett gáznyelők. Ha meghibásodnak, az egyébként nem a Csernobilihoz, hanem a japán Fukushimai erőműjéhez hasonló katasztrófához vezethet, ahol tönkrementek a hűtőrendszerek, ami 3 reaktor olvadását idézte elő. Csütörtök este is több tucat háború ellenes tüntetőt hurcoltak el a Kreml elől a rendőrök. Az orosz hatóságok egyre szigorúbban büntetik, ha valaki szót emel Putyin elnök vagy az ukrajnai harcok ellen. Sőt, a börtönhöz elég megszállásnak nevezni a beavatkozást, hiszen a kormányzati állásfoglalás szerint az csak egy különleges akció. A háború kitörése óta szinte minden nap tiltakozásokat tartottak Szentpétervártól Szibériáig. A hatóságok nem egyszer durván léptek fel a demonstrálókkal szemben, és szó nélkül kis buszokba tuszkolták őket. Egy politikai üldözöttekkel foglalkozó civil szervezet az OVD Info szerint eddig 8100 embert tartóztattak 124 különböző településen. Köztük vannak nyugdíjasok is. Az aktivisták egy listát is készítettek, ahol bárki követheti városokra lebontva az őrizetbe vettek számát. Drámaian megnőtt az utasok száma a Szentpétervár-Helsinki vasútvonalon az ukrajnai háború kitörése óta. Sok orosz hagyja el országát a szankciók következményeitől, sőt egy esetleges hadi állapottól tartva. Az elkövetkező napokra az összes jegy elkelt ezen az útszakaszon. Topi Simola, a VR vasúttársaság vezető alelnöke szerint egyértelmű, hogy egy hét alatt mennyire megváltoztak az utazási okok. Már lehet látni a podgyászokból, hogy az emberek máshová költöznek, lényegében végleg elköltöznek, mondja. Az európai légtér lezárása miatt az egekbe szöktek az Oroszországból még elérhető célállomásokra szóló repjegyek árai, mint amilyen Jereván vagy Dubáj. Az interneten az egyik leggyakoribb szó, amire rákeresnek az oroszok, az a kivándorlás.
Semmi jóra nem számítanak, nem érzik magukat biztonságban, tudják, hogy a gazdasági helyzet mostantól nagyon nehéz lesz, és sokan egyszerűen erkölcsi szempontból sem bírják elviselni, hogy maradjanak, vélekedett egy média elemző. A hadi állapot bevezetése példanélküli a modern orosz történelemben, és a férfi lakosság tömeges mozgósítását és a határok lezárását vonhatja maga után. Amióta Kijevben elkezdődtek a bombázások, számos külföldi nagykövetség átköltözött a nyugat-ukrajnai Lviv városába. Napról napra szervezik állampolgáraik evakuálását a fővárosból és hazaszállítását. Ez itt egy brazil csoport, a lengyel határa mennek, aztán pedig haza, mondta tudósítónk Valery Goria. Az evakuálás Brazília kijevi nagykövete felügyeli, az idő szorít. Mindenkit sürget, hogy mi hamarabb szálljanak be a kocsiba. Kérdésünkre annyit azért válaszol gyorsan, hogy 16-an vannak. A többi nagykövethez hasonlóan ő is maga vezeti a konvojt a határig, még mielőtt visszatérne Lvivbe. Az eddig biztonságos menedéknek számító várost diplomaták és újságírók lepték el. Kérdés, hogy meddig biztonságos itt? Visszatérve a szállodába, ahová épp most érkeztem, légitámadás veszélyére figyelmeztetnek bennünket. A személyzet mindenkit arra kér, hogy menjen az óvóhelyre. Ahogy a város összes hoteljében, a vendégek többsége itt is menekült, diplomata, nemzetközi szervezet tagja vagy újságíró. A riadó rövid ideig tart. Nem volt hosszú, de a személyzet azt mondta, hogy tegnap is volt egy, előző nap pedig vagy hat. Nagyon úgy tűnik, Ukrajnában már sehol nincs az ember biztonságban. Közben Lvivből humanitárius segélykonvojokat indítottak útnak a fővárosba, minden eddiginél jobban felkészülve az újabb orosz támadásokra. Már több mint 1 millióan elhagyták Ukrajnát, és az ENSZ menekültügyi főbiztossága szerint akár még háromszor ennyien menekülhetnek el a harcok elől. A People in Need nemzetközi segélyszervezet vonata minden éjjel útnak indul a lengyel-ukrán határhoz. Odafelé ételcsomagokat, tisztálkodási szereket visznek, visszafelé nőket és gyerekeket hoznak. Miközben még nem egyértelmű, hogy mennyien váltak földönfutóvá, az a legvalószínűbb, hogy 10 millió embernek kell majd elhagynia az otthonát, és közülük 4 millióan fogják átlépni a határt valamelyik szomszédos országba, kongatta meg a vészharangot a világszervezet szóvivője. Miközben a kárpátaljaiak Magyarországra jönnek, az ukránok az ország nyugati részén keresnek menedéket. Főképp mióta több helyről is jelentették, hogy a szomszéd országok csak a fehérbőrű menekülteket fogadják be. Azt kell mondanom, hogy a főtitkárt megdöbbentette, hogy mennyi rasszista, diszkriminatív, bántalmazó esetről érkezett hír. Különböző népcsoportok hagyták el Ukrajnát, és arra kérjük a befogadó országokat, hogy ne válogassanak közülük, hagyjanak fel az idegen gyűlölettel, üzente az ENSZ főtitkárának szóvivője. A legtöbb menedékkérő eddig Lengyelországba érkezett, már mintegy 550 ezer, őket katonák és önkéntesek fogadják a határon. A második legnagyobb befogadó Magyarország lett 130 ezer menekülttel, míg Szlovákiában 80 ezeren, Romániában és Moldovában néhány tízezren érkeztek. Mindenfelé megmozdultak a civilek, és sohasem látott módon támogatják a menekülőket. Nyugat-európai országok is felajánlották segítségüket. Olaszország például 80 embert szállított buszokkal a nyugat-ukrajnai Ternopilból Rómába, és a kormány már jelezte, hogy kész sokkal több rászorulót elszállásolni. Nem akartam zavarni, azért nem értem, hogy mondani. Ukrajnai roma menekülteket fogadott be egy szabolcsi község Uszka lelkésze, miután értesült arról, hogy a szomszédban háború dúl. Kovács Edgár, a Szabad Keresztény Gyülekezet vezetője, templomának egyetlen helységét nyitotta meg a menekülők előtt. A hely gyorsan megtelte egy Didova horából érkezett 29 fős nagy családdal.
Az emberek hisznek meg a levét, tehát az emberek annak, hogy vezetők nem tudnak megegyezni, nem tudják mérlegelni, hogy mennyi sok mindent veszítenek, úgyhogy ez így. De így is próbáljuk mentálisan is segíteni őket, tehát nem csak így anyagilag, nem csak fizikailag, hanem így a lelki állapotuk is. Kárpátalján, Ukrajna legnyugatibb Magyarországgal határos régiójában mintegy 150 ezer magyar nemzetiségű ember él, és sok ott élő róma is osztozik nyelvükön és kultúrájukon. Kulcsár Ildikó elsősorban kislánya miatt döntött úgy, hogy elindul, a gyermek ugyanis krónikus szívbeteg. Nagyon nehéz otthonról nem volt elindulni. Hátra nézve a szomszédok sokan ott maradtak, fájt a szívem mindenki, családtagok is maradtak kint, de viszont van 4 gyermekem, akit féltem jobban mindennél. És azt kellett tennem, ami helyesebb, hogy a jányomnak jobb legyen. Féltem, hogy rosszabbul lesz, nem lesz orvos se, hová vittem volna. A magyar kormány közölte, hogy minden ukrán állampolgárt beengednek az országba, senkit nem utasítanak el, aki igazolni tudja ukrán státusát. Give peace a chance van John Lennon en Yoko Ono. Hopelijk geeft het iedereen in Oekraïne en in de rest van Europa een. Európában 150 rádióállomás sugározta egyszerre a remény és a béke üzenetét az éterben. John Lennon Give Peace a Chance című dalából, a béke igazi himnuszából az ukrajnai háború elleni kiáltvány lett. Ontzettend belangrijk is. Give peace a chance. A kontinens rádióállomásai, köztük az ukrán közszolgálati rádió is felszólították Oroszországot, hogy állítsa le az inváziót. Péntek délelőtt 3:40-kor a háborútól elgyötört Európában John Lennon 1969-es dala szólt. A berlini RBB rádió kezdeményezése az Európai Műsorszolgáltatók Uniója keretében indult, amely 56 ország több mint 100 közszolgálati műsorszolgáltatóját tömöríti. Exakt hetzelfde moment. Moldova és Georgia, vagyis régi nevén Grúzia is benyújtotta hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. Mindkét ország kötött már úgynevezett társulási megállapodást az EU-val, rossz gazdasági helyzetük miatt azonban nem volt valószínű, hogy egy hamarabb blokk részévé válnak. A grúzok azzal számoltak, hogy legkorábban 2024-ben adhatják be kérelmüket, a legszegényebb európai ország Moldova pedig még ennél is borulátóbb volt. Csak hogy az orosz invázió miatt Volodymyr Zelenszkij múlt héten arra kérte az EU-t, hogy gyorsított eljárásban vegye fel Ukrajnát tagjai közé, ezzel is hálót feszítve a háború tépázta ország alá. Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén arról döntött, hogy elkezdődhetnek az ukrán tagjelölti tárgyalások. Georgia és Moldova ezen bátorodhatott fel. Szakértők azonban nem tartják valószínűnek, hogy Brüsszel ezúttal is szemet húny a hiányosságok felett. Igazságosabb Európát címmel tartott rendezvényt Budapesten az Európai Parlament szociáldemokrata frakciója pénteken. Katarina Bárli, az EP alelnöke azt elemezte, milyen hatással lehet az EU-ra annak, hogy Magyarország továbbra is fenn akarja tartani szoros kereskedelmi kapcsolatait Oroszországgal. Az egész folyamat vissza fog ütni Orbán Viktorra, mondta. Az EU erős. Vladimir Putyin olyan hatást ért el, amilyet nem várt. Orbán Viktor pedig nem lesz képes soha szétrombolni ezt a csodálatos európai demokratikus projektet, ami az Európai Unió. Újhelyi István EP képviselő arról beszélt, milyen jelentősége van az ezen a héten elfogadott EP határozatnak, amely felszólította Magyarországot, hogy állítsa le a Paks 2 beruházást, és tiltsa ki Budapestről az orosz tulajdonú nemzetközi beruházási bankot, amelyet sokan csak kémbankként emlegetnek. Ezek olyan lépések, amelyek a békét, a béke megteremtését szolgálják, és hogy az Unió ne keveredjen bele a háborúba katonapolitikai eszközökkel. Ezért érthetetlen, sőt életveszélyes az, amit Orbán művel. Egyik oldalról az Unióban megpróbálja azt mutatni, hogy ő az egységes európai közösséggel van, másik oldalról viszont a propaganda médiájában és a cselekedeteiben továbbra is Putyin hűbérese.
Nem is tudom, a rendezvényen az EP második legnagyobb frakciójának képviselői a demokrácia védelméről vitáztak, és rengeteg szó esett természetesen az ukrajnai háborúról is. Elkobozzák az orosz oligarchák jaktjait a nyugati hatóságok az ukrajnai orosz agresszió elleni szankciós politika jegyében. A Rosznyev vállalat vezetőjének Igor Szecsinnek a hajóját Marseille kikötőjében, Alisher Usmanov tengeri szuperjárművét pedig Németországban foglalták le. Több oligarcha nyugati bankszámláit zárolták. Ukrajna Hősei utcára nevezik át a litván fővárosban azt az utcát, amelyben az orosz nagykövetség épülete van. A Zsák utcának eddig nem volt hivatalos neve, mondta a vilniuszi polgármester. A kövezetére azonban napokkal ezelőtt egy feliratot festettek, Putyin várnak Hágában. A követség előtt minden nap tüntetéseket tartanak az orosz agresszió miatt. Ну там расположится, поле. Ну там возможно По коктейлю показывает у нас методика отработки фитиля. Угу.
Ми се развала Радянска Сајуза, ми зараз тут працуемо, тому што зараз небезпечна ситуација во Киеве, ми не знаемо як... Те попалеш. Да, улюблена пшенична, да. Да. Тренируються постійно, не один рік, там десятиліттями підготувалися, от. Там, допустим, але теж стріляти тільки лежачи бажано, бо ви будете легкою. От, там, допустим, от сюди повернули. Ну, таким образом. Да, да, навчити ліва рука, вона і так, ну, а все равно. Права рука робоча, вона завжди на курку. Потім іде БМП, БТР, і вже потім вже легко броньована техніка рахується за метрів. А є, ну, повні патрони, то вони хуярять пізді. Happy birthday to you, happy birthday.